Itt pedig a lány bevet elvileg valami kis praktikát, amitől 40-ről 250-re felug... Rott a nézőszáma! Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntelek titeket, szép napot mindenkinek! És a mai videóban élőadásban történt bakikat fogunk megnézni, ugyanis az előző ilyesfajta videó már lassan egy éve volt. Az élőadásoknak megvan egy varázsa. Szóval értitek, én ezt a videót most körülbelül hatodjára kezdem el felvenni, és ha nem mondtam volna ezt most el nektek, észre sem vettétek volna soha, de hát sajnos élőadásban nem lehet vágni a most következendő emberek nagy bánatára, de még mielőtt belekezdenénk ebbe az egészbe, meg szeretném mutatni az én két kedvenc bakimat, amik ráadásul magyarok is, el nem tudjátok képzelni, hogy ezeket hányszor láttam. Na de nézzük is meg őket. Egyébként ezek a mai napig még mindig zseniálisak. Szóról szóra tudom, csak mondom. Meg hányan vagyunk, 27 néző, 1-2 troll van a világon. Most figyeljétek az ajtót. A mama mindjárt megérkezik döngő léptekkel. Mi van? Az a több föld elég, az elég, meg a nem a hús. Ennyire befeszülve állott a Terminátor, nézd oda? A srác hogy megijedt? Meg jó van. Mi van? Az a több föld elég, az elég. Szerintem ez az egész teljesen aranyos, most majdnem azt mondtam amúgy, hogy tök aranyos, de hát tök a tök főzelék, ami ott van, de érted, a nő gondoskodóan bemegy, elmondja, hogy milyen kaja van otthon, hát szegény nem tudta, hogy éppen live-ol a srác. Na de nézzük meg megint ezt az ikonikus jelenetet, én Amondó vagyok. Sajnos, ezt túl kell élnem. Nyílik az ajtó, robbannak is reflexek. Itt a kamerát amúgy így lefordíthatta volna, vagy valami. Az jó lesz. És akkor itt le is állt a live. Nagyon kíváncsi lennék, hogy mi történt ezután, de remélem, hogy nem szítta le a nőt, aki így semmit sem sejtve besétált az esemény kellős közepére. Na de nézzük is meg most a második kedvenc live-os bakimat. Ami egy Fortnite live közben történt, és ha jól tudom, világbajnoki selejtezőn volt éppen a srác. Ott láthatjátok is a pontszámát alul. Bejön az anyuka. Ha nem hagyod abba, letiltalak a gépről. De érted, szegény srác, világbajnoki selejtezőn van. Lehetséges, hogy százezrek, milliók múlnak ezeken a meccseken. De hát nem hagyják rendesen őt játszani. 18 éves vagyok. Hova tiltasz? Most volt az a mondat, amiből következtethetünk arra, hogy az anyuka nagyon jól tudja, hogy a gyermeke élő adásban van, és hogy nézik őt, ugyanis azt mondja, hogy ezt mutasd meg nekik. Ez fölidegesít, ezért vagy ilyen hülye idegbeteg. Oké. Most jön az egész család. Kisgyerek háttérben, nyom már ki, nyom már ki! Még rendesen hergeli a szüleit, vágod? Megjött az apuka is. Bárhányszor megnézem ezt, mindig nevetek, és itt ért véget az élőadás. Hát nem tudom, nem vagyok szülő, se pszichológus, de szerintem egy játéktól nem lesz valaki idegbeteg, aztán ki tudja, ezzel kapcsolatban nincsen semmi tapasztalatom. Legalábbis itt a videóban is azt láthatjuk, hogy a gyerek teljesen nyugodtan játszott. Nem tudom, nem néztem a streamet, lehet, hogy végig full ordibált meg minden, de akkor kezdett csak el ordibálni, amikor kikapcsolták a gépét. Én szerintem szülőként hagynám, hogy most érted, van egy fontos esemény, játsszál nyugodtan addig, de közben összpontosíts a tanulásra, meg foglalkozz más dolgokkal is, na de kezdjünk is bele ebbe a videóba végre, és nézzük is meg az élőadásos bakikat, amik már nem lesznek magyarok. Szeva, haver! Na, mi fog történni ebben a streamben? Mutasd! Egy reddites oldalra szeretett volna belépni, ahol időközben kitiltották, ha minden igaz. Holnap is live-olni fog, de most már le is lövi a streamet, ennyi is lett volna. Szegény. Itt pedig a lány bevet elvileg valami kis praktikát, amitől 40-ről 250-re felug... Rott a nézőszáma! Miért eszel így? Most rendesen úgy érzem mindjárt, hogy Dr. Robert a fedélzeten lesz,
És nőgyógyász leszek kb. Nem hiszem el amúgy, hogy ezeket nem direkt csinálják. Mert érted? Megjelenik egy ilyen Twitch bakik összeállításban a csaj, ott van a neve meg minden, és biztos vagyok benne, hogy sokan rá fognak keresni, és akár így be is indulhat a karrierje egy IRL stream, videózza, hogy a srác éppen táncol. Yeah, I'm deleting it. Alright, run away. Mondja már, hogy kitörli a felvételt meg minden. Well, I'm just filming around. Levideóztad a gyerekemet? I can't even see it. Láttam, hogy levideózod a gyerekemet. Töröld ki. Okay, it's a live broadcast. Illegális ez. Azonnal kitörlődik ez a felvétel. Hát jó, azért látjuk most mi, mert ugye azonnal kitörlődött. Okay, I'll try to be more careful. I'm so sorry, okay? This isn't a public space. De amúgy nagyon kedvesen reagálta le, szóval nem kezdett el egyből anyázni neki meg semmi. Na nő pedig már sokkal mérgesebben kezeli, hogy őt videózzák. Mondja, hogy csak live volt. Hey, don't touch me. Már ütnék ki a kezé. Jesus. Nyugodjon meg, hölgyem, kérem. És leönti vízzel. Nézem itt a kommenteket, hogy mit ír a csetje a srácnak. Köbd le a nőt. Miért kell ilyen gonosztat lenni? Mert a nő se tudom, hogy miért viselkedett így. Ilyen csak a természete, gondolom. Éppen készíti a srác a kajáját. Tuti le fogja önteni a tányérról vagy valami. Megbolondítja egy kis citrommal, azaz. Hát az nagyon belement a szemedbe, haver. A cseten mindenki majd meghal a nevetéstől. A nézők, akik mindig csak jót akarnak neked. A barátnője pedig már előre tudta és megjósolta, hogy live-os bakikban lesz, és köszönt nekünk, milyen kedves. Na itt pedig már alvós élő adás van. Fel fog kelni, vagy nem fog felkelni? Ez itt a nagy kérdés. Hallod? Bepisílt! Hát én sok mindenre számítottam, hogy fog történni, de erre... Én először azt hittem, hogy egy támogatás hangja fel fogja kelteni, ráesik egy lámpa, leesik az ágyról, lefejel valamit, de azt, hogy bepisil. Nem tudod, hogy hogyan viselj egy pulcsit? De tudom, hogy hogyan viseljem azt a pulcsit, de szeretem, ha srácok néznek, és látnak belőlem egy kis tüzes darabot. Játszótéri live, Naruto futásban ment oda, láttam én. Miért érzem, hogy le fog esni? Beragadt a lába, és az egyik lábán csúszott le végig. Hát szerintem lazán egy szallag szakadásod, vagy szallag húzódásod így sikeresen lehet, hogy a térdét ütötte be? Bár ha jól megnézitek a felvételen, most látjátok, hogy sántít kicsikét. Ó, oh, hello! És nekem szoktátok mondani, hogy nagyon könnyen meg tudok ijedni. Kezdem úgy érezni most már, hogy kezd elegem lenni már az internetből. Az összes személyiségét most láthatjuk a srácnak. És tudod, a legvégén már teljesen eltűnne, és nem lenne ott senki, csak a lámpa. Mikor fogod megunni? Mi volt ez a hang? Érted, pedig ő ki sem ment a játszótérre, ahol baj eshetne. Milyen durva éjszakai kamera ez. Nincs nála pénz. Nem találja a tárcáját. Mibe? Ajjaj. Hát úgy nehezen fogsz kaját venni.
Did I seriously not have my wallet? És hogy megmondtam, nem találja a tárcáját. Hatalmas nagy kártyatrükk lesz itt. De a srácnak, mi az a pólója ott hátul? Annyira régi ez a trükk, amúgy ezt még én is ismerem. Tudja, hogy el fogja rontani, vagy rájuk fog szakadni a plafon, vagy fel fog gyulladni a ház, vagy tök főzelékkel fogja őket valaki kínálni. Beletekergetek, mert ez nagyon hosszú trükk. Na. Ez volt a kártyád? Nem. Na és ez? Ez se. Hát figyelj, kettőből nem találtad ki. Na de háromból csak fog menni. Ott is van. Már mondta volna a srác, hogy Magic. Streamben vetközöl most, te kedves vagy? Mit csinálsz? Vagy beragadt úgy a kezed? Amúgy sosem értettem, hogy valaki komolyan veszi el így a pólóját? Olyan filmes az, nem tudom, így nem sokkal egyszerűbb. Aztán lehet, hogy csak nekem rugalmatlanok a kezeim, és nekem nem jön össze. Na mindegy, ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot. A Facebook, illetve az Instagram oldalam ott van lent a leírásban. Ha még esetleg nem tetted volna, mindenféleképpen nyomd be a csengőt, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk egy következő videómban, addig is szevasztok!